Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit az Aleszaba Gamingen, én Sanyi vagyok, és a mai streamben pedig, ami egyébként egy tök váratlan most, lett szabadidőm, úgyhogy gondoltam, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Bemegyünk PTU-zni, és megnézzük PTU-n belül az új building block rendszer alapjaira fektetett küldetéseket, hogy azok hogy muzsikálnak. Gyertek és tartsatok velünk! Az Aleszaba Gaming hivatalos Star Citizen orgia a Rézangyalok. Az Aleszaba Gaming együttműködő partnere a Star Citizen utikalauz stoppasoknak. Itt is vagyunk, hello! Csámacsek! Neked jó. Is! Sziasztok! Most macsakkal fogunk csapatni. Nézzük meg, hogy mi újság van a Futrinka utcában. Na, úgy néz ki, hogy bejutok. Igen, nekem is sikerült, pozitív. És ugyanaz a ruha van rajtam, amiben kikresseltem reggel. Na most az van, hogy reggel bent voltam, és kb. 5 percenként kikresselt ruinról. Eljutottam a hangárig, lekértem a Star Lancer Maxot, de ugye nem akart elemelkedni a padról, úgyhogy gyakorlatilag szivatott végig a dolog, és nem jutottam ki innen. Mindjárt ránézek az inventorimra, hogy is állok pontosan. Egyébként elméletileg már csak le kell szaladnom a hajókikérőhöz, és onnan már szabad a pálya. Gyorsan inventori. Na, bent is vagyok. Nem. Igen, mert azt hittem, hogy te is odajössz. Mindegy, jó, az így is. 76 GM-re vagy tőlem. Az nem. Gyorsan átvedlek valami. Jó. Várjál, visszakapcsolom a mikrofonomat, mert most igazából csak te hallottál, szóval elmegyek érted akkor Ruin Stationre. És hát ha sikerül, mert ugye reméljük, igen. Hát a Star Lancer Maxot lehet, hogy nem kéne erőltetni, és akkor sikerülne talán. Lehet, hogy olyan hajóval kéne mennem, ami... Az igen. Oda néz. Lövi ám, öcsém. Azért célozzál, kisfiam. Vakvilágba hegesztesz itt. Figyeljél már oda, bazd meg, mert több kárt okozol, mint hasznot. Azért csináld, a generátort hegeszted, bazd meg. Ne vágd el azért a gázcsövet, mert megdöglünk mindannyian, bazeg. Ja, felrobbantja az egész állomásnak. Vágja a gázcsövet, bazznek. Ja, fölrobban az állomás. Így is elég romad, tudod? Hopp, itt vannak a tetkók. Igen, már nem osztam szoroz. Ja, mind az egyszeri diák, mi? Így jó. Na jó. Jaj, itt már fel kell szerelkezni fegyverre, meg ilyenekkel. Ja, hát az már nem árt itt, igen. Na figyelj, én azt gondolom, hogy a Cutlass Black-emet kéne vinni. Abba tudsz túretezni. Jó. Berögtet. Reggel ez is úgy volt, hogy felhozta a platform, és utána visszaesett szépen a textúrán keresztül, gyönyörűen visszahullott. Utána nem tudtam újra sztorolni, hanem csak klémelni. Na, de múlva én is jártam így. Szépen feljött, összezárodott, ahogy hívják, azt így pak, ezt így visszaesett. Aha, igen. Pontosan így jártam én is. Na meg, itt ókát verni valahol. Jó, itt nem is egyenként, ismerem ezt a... Egyenként tudsz a vízárusnál ilyen újrahasznosított vizet venni, de ez most jó. Reggel nem jó szerverre kerültem be szerintem. Az lehetett a baj. Csak ugye az a kérdés, hogy... Hogy majd a checkmate-re, ha innen elmegyek, akkor le tudok-e szállni. Hmm.
Előbb összeszedlek téged, aztán nézünk valami küldetést, jó? Addig nem is jó, akarom jó. forszírozni a dolgot. A Cutlass-szel ilyen pici kargós küldetéseket tudunk csinálni. Például ilyen kezdőszintűeket. Az, hogy lecsekkoljuk, ahhoz passz pont jó lesz. De most sokkal jobban fut, mint délelőtt, mert délelőtt nehezebben jutottam el idáig, sőt. Most bekapcsoltam a Tobit. Ugye eddig nem volt jó a PTU-ba a Tobi. Jó, el is emelkedtem a talajtól. Úgyhogy működik. Na, szuper. Megpróbálom itt a hídet, a liftet ide rángatni. Ja, hogy te még ugye jössz kifelé? Igen. Próbálnék lejutni a valahova. Csak a liftecske nem akar ide mászni. Pedig azt írja, hogy itt van a szinteben a lift. Csak nem látom, nyitja ki az ajtót. Aha, már látlak. Agyám, de király! Kurva jó ez. Na, ilyenkor csinálhatnálak ide egy lépcsőházat az ilyen esetekre. Hát, nem tudom, hogy az átépítést mennyire preferálná Rui bácsi, hogy legyen lépcsőház végig. Hát, eleve így kellett volna már megépíteni. De olyan, de olyan lépcsőház kéne, ami ugye full nyitott, mert ha ott is vannak ajtók, akkor azt megint megette a fene. Hát, ja, kell húzodnom, mert... Esze. Így kényelmes. Így van. Friendly kontaktok vannak. Pedig 25 FPS-en van. No. Jobb, mint a 10. Valamennyivel, tehát ez megint olyan dolog, hogy milyen szervert fogsz ki kb. Mert ha rossz szervert fogsz ki, akkor lőheted az egészet. Mert nem lesz jó FPS-ed. Akármit csinálsz. De ha meg jó szervert fogsz ki, akkor tök simán megy az egész. És ez sajnos még mindig igaz. Ez ugyanúgy igaz, régen is így volt. Persze. Most egyre csak gyűlünk és gyűlünk itt a lift ajtónál. Pedig elméletek, a 6-os szinten vagyok, 6-os szinten van a lift, csak nem nyílik ki az ajtó hozzá. Hogy van a checkmate? Stanton Pyro. Hogy van? Úgy akartam leírni. CHE. És bazd meg, hallod, nem akarta. Oké. Ó, mert meg sem néztem a mappot. F2-re nem zár be. De ott a cancel gomb, tehát azt most már javították. Jó, húzzunk innen ruintól. Na, meg is kereslek, hol vagy most. Megyek oda hozzád. Azt kezdjük, jó. Jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy a mappon látlak-e téged. Mert látom, hogy 76 GM-re vagy. Igen, elindultam. Ja, és a dinamikus zene. Az is újdonság. Ugye most az Inside Star Citizen-ben a Pedro Camachoval volt az interjú, aki a Star Citizen zenéjét írja. És ugye ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a 4.0-ás frissítésben dinamikusan változó a zene, attól függ, hogy melyik bolygóhoz mész, harc közelbe vagy éppen harcolsz, vagy úgy átugrasz a féregükön, vagy kvantumba ugrasz, rákészül, és cságünti, szia! Meg ilyen hasonló dolgok. És ugye dinamikusan változik a zene. És ugye ezt most hallhattátok az előbb, hogy elugrottam. Volt egy ilyen kis riff, és akkor most csönd van. És amikor odaérünk a szélsőhöz, akkor megint valami atmoszférikus zene fog szólni.
tehettem volna valami fényezést erre a vasra. Na most már mindegy. Jó van az úgy. Jó ahogy van az úgy. Hogy egy arosda. Egyébként még úgyis megvárom, még live-re kerül az egész hóbelebanc, és akkor utána választok egy helyet. És ja, majd ott beizzítom a hajókat. Meg most át kell gondolni, hogy akkor milyen fegyvereket rakok majd a hajóimra. Mert elméletileg utána egy jó darabig nem lesz vibe, tehát hogyha jön frissítés, akkor azok már jó időre, hosszú időre megmaradnak, úgyhogy most már nagyon számolok vissza így a 4.0-ig, mert onnantól kezdve csak akkor lesz vibe, hogyha nagyon-nagyon szükséges, ezt ugye el is mondták a fejlesztők. De az 1.0-nál az tuti 100%. Hát 1.0-nál tuti 100%, de ugye még az sem biztos, hogy 4.0 és 1.0 közötti béta előtt nem lesz egy. Ja, persze, hát a 4.1-2-nél így van. Jaj, mit csinál kér az a lifttel? Nem akar fölmenni lift, érted? Itt van a lift, mert itt van meg a panel szerint, itt van a szintem, mert mind a két lift. Az ajtó nem akar, kinyíli hozzá. Nincs itt a földön egy feszítő van? Hű. Hát az baj. Nekem is ilyen ajtókinyílós problémáim voltak, és karakterezett. Kiválasztasz egy új helyszínt. Az előző patchekben Arcorpnál volt ilyen probléma, azt ugye mondtam is az előző videóban, hogy ott azzal voltak, és voltak gondok, és hát ugye csak úgy tudtam megoldani, hogy elmentem New Babbage-be, és ott élettem újra. Ott el tudtam jutni a hajó még a hangárba, de egyébként Arcorpnál nem működtek a lift ajtók. Sajnos. Itt van az a szép új világ, és egy nyomolyás ajtó fog meg. Igen. Igen. Én már úton vagyok felé, nem sokára ott vagyok. Igen, egy padra le fogok szállni. Aha, 36 valamennyire vagyok. Le fogok szállni egy az padra. Azt gondolkoztam, hogy esetleg ide jönni. Nem tudom, hogy te neked kinyílne a lift ajtós, feljönnél ide a 6-os szintre. Csá, Jimbo, szevasz! Lehet, hogy ez így hülyeségnek hangzik. Nem tudom. Az a baj, hogyha mondjuk fölmegyek hozzád a lifttel, és nekem se nyílik, akkor én is beszorulok a liftbe. Vágod? Hát ez az. Hát akkor max eljátszunk egy ilyen exit-o menü partit. Így van. Meglátjuk. Mondjuk akkor annyiban jó, hogyha itt kiszállsz meg minden, akkor úgyis innen fogsz folytatni tovább. Igen. Tehát ha beszívjuk, akkor úgy szívjuk be, hogy én nem tudok érted most majd visszajönni, hanem itt. Hopp, és most jön a zene, és megint elkezdett. Itt vagyunk a Pyro csillag körül egyébként. Most ugye elfordítom azért a kamerát. Azért VR-ral már el tudtam volna nézni ott az aoszlopnál. Nevezzük aoszlopnak ezt az első két oszlopot itt jobbra-balra. De azért így is lehet nézelődni egész jól. Ugye sajnos a Solar Flare-t ezt kivették. Ha egy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik. Így van, Günti. Nekem is volt rabantom. és közben izéval is tudok nézelődni. 50%-on vagyok izéval, üzemanyaggal. Ez kényelmes egyébként, mert így be tudom tenni izéba, de így meg nullába visszaáll, hogyha megnyomom. Tudom kezelni izéval is újjal. Szóval sok dolog hiányzik egyébként ebből a patchből, amit ugye ígértek. Viszont igen? Hát jó, csak még mi, hogy ez még V1, és még hol van a V5, hogy addig még sok mindent belerakhatnak. Ja, hát a V1, V5, na most például a planetekkel járnak V5-nél ebben a patchben. Ugye, ha megnézitek, akkor a 3.24.3-as és e között rettentően nagy különbség van a bolygó textúrák és mindenféle textúrák között. Illetve most ebben a frissítésben érkezett egy
kiegészítő hood, amiben ugye már ilyen szimbólumok mutatják, G-Safe-et, meg a Coupled V-tól Gear, akármi, ezeket a izékat be lehet kapcsolni. De majd megkeresem nektek. Mindjárt, ha leszálltunk. Illetve... Mit akartam ebből kihozni? Hogy a verziószámok izék között, a feature-ök között jön a zene, várjatok. Ding, és megjöttem. Nagyon jó. Jó? Igen, jól lesz ki kívülről. Tehát teszem flight módba. És akkor vissza veszünk egy kicsit. Hát a frame per second az visszacsúszott egy kicsit. Még mindig nagyon gyors vagyok. Az űr olyan, mint egy nagy homokvihar lenne, kit a világűrbe. Hát kellett valami, amitől úgy érzed, hogy haladsz, tudod? Mert hogyha statikus lenne a kép, és nem menne veled szembe semmi, akkor olyan lenne, mint hogyha tudod így mennél, vagy mint ha állnál gyakorlatilag. Ja, igen, szóval igen, igen. A lényeg, hogy ugye a planettekkel már jutottak a V5-ig, ugye a server meshing V1 meg mindig nincs hivatalosan úgymond bent, mert ugye még nem került live-ra, ez még mindig csak egy tesztfázis. És hogyha live serverre kerül a 4.0, akkor beszéltünk egyébként hivatalosan az első V1-es server meshing megjelenésről. Van itt esetleg landing pad? Jó hír, hogy nem keseltem még be, és az azt jelenti, hogy ide le fogok tudni szállni. Visszaveszünk a lendületből, hogy ne tudjunk kurva gyorsan menni. Mik ezek a villámok? Nagyon durva. Sima leszállásit kérnie? Hát végül is kérhetek. Vagy inkább csak a landing padot akasz. Mindegy nekem. Ha ad hangárt, akkor megcsináljuk azt. Szerintem az ilyen statikus valami elektromosság. Itt is vagyunk. Elnézek oldalra, nehogy aztán valaminek neki menjek. Na, meg is van a hangárom. Bírom ezt a Cutlass Black-et, ez rohadt jó kis mozgékony hajó, amúgy. Nincs sok heltje, de nagyon jó kis mozgékony. Én úgy látom, hogy nincs benne textúra egyébként. Próbálj egy kicsit berepülni, mert valamikor csinálta nekem is ezt valamelyik reggel, hogy berepül, és akkor ugrott be a textúra. De azért óvatosabb. Oké. Megjöttünk, és tényleg így volt. Szerencse. Megjött a textúránk. Hm. 1,4 kilométerre vagy. Igen. Jimbo, nemrég kezdtem el megint a gémet. Az a kérdésem, hogy bányászhajót nem lehet ingyen kibérelni valahol, hogy tudjak kis pénzt valahogy összefarmolni. A Misk Prospektort ki tudod bérelni, meg szerintem az Argo Mall-t is ki lehet bérelni. Az, hogy pontosan hol, szerintem... Lorville a legesélyesebb arra, hogy bérelni tudsz hajót, de egyébként Astro Armadában és New Dealben. Astro Armadában tudsz ingén pénzért is venni, meg New Dealben is tudsz ingén pénzért venni hajót. Biztos, hogy a New Dealben biztos, hogy kapsz egy prospektort, és ott tuti tudsz bérelni is. Az a biztos. Elég durván fölmentek a hajtóműanyag árak. Legalábbis 1900 OVAC-ba került most ez az ugrás. A 67 GM. Hát, ha jó, hát gondolom, itt még tesztelgetik, hogy itt a nagy távolságok miatt milyen lenne az optimális. Ugye ez az economy systemhez, ez a
ez az ekonomi rendszerhez tartozó dolog. Mm. És ez ugye az alapanyagok áraival szorosan összefüggő új rendszer, úgyhogy ez is a building blocké, infláció, azaz, igen. Szóval elinflálódik az AUEC, és majd úgy lehet megmenteni az AUEC-et, hogy bevezetik az UEC-et. Majd a játék megjelenésekor. És majd az AUEC mindenhol így azzal tüzelnek ma minden. Mert annyira el van inflálódva, hogy el lesz inflálódva. Mint ugye nálunk annó a pengőt. Azt is csak a forint mentette meg, ugye? Hogy új pénzemet. És a forintot mi fogja megmenteni? Az euró, fiam, az euró fogja. Azt tóroljuk hát. El. Sajnos, amíg a narancs felvidék lesz, addig nem. Hát ezt meg sem hallottam. Nem politizálunk, kisfiam. Én már értjük a célzást, de köszönjük szépen, ne politizáljunk. Nem szeretem. Ja. Én bízom a legjobbakban. Szóval, azt gondolom, hogy az új ekonomi rendszer miatt kellett ugye fölemelni az árakat. Nincs mint Jimbo. Jó, azért még vannak FPS droppok. Itt vagy tőlem 200 méterre egyébként. Most bejöttem ide az állomásra. Igen, meg is látom. És megyek közel fel hozzád. Ja, szóval ugye az egyes verziók még ezekből a technológiákból, amik a játékban épülnek, ezek nem igazán szoktak brillírozni, bár ugye a CIG szerint egész jól haladnak a server meshingnek az implementálásával. Hát most ott tartunk, hogy ugye a 380-as 2 plusz 2-es shardos rendszerekről, tehát kettő server Stantonnak, kettő server Pyrónak, ez változott 3 server Stanton, 3 server Pyro-ra és 500-as player count-ra. Tehát az azt jelenti, hogy most már 500-an tudunk lenni egy server shardon. Itt vagyok a liftnél. Hányadik flooron vagy? 6. Na most vagy soha. Aha, és én le tudtam hívni, itt volt a liftam, úgy rögtön kinyílt. Hát akkor meg a kijelző szerint azt mondja, hogy itt van, de... Na gyere mindegy. Gyorsan, én nem megyek ki a liftből, te jössz be. Gyere gyorsan, persze. gyorsan. Kinyílt? Jaj, csak négy tűzre. Ki. Egy életmentő vagy. Ó, oh, baszki. Ez az is itt is. Ez az, megcsináltuk, yeah! A naphúst. Jók voltunk. Minden cuccod meg van? Jaj. Hát, amit rajtam van, igen. Fegyver, lőszer, ilyenek nem kellenek? Hát, még a fegyver az oké lenne, de lőszert azt nem tudok belerakni, mert ugye az sajnos nincs. Hogy nem tudom, itt lehet vásárolni valahol. Gyere, megmutatom, hol kell vásárolni. Jó, hát most te vagy az idegen vezetünk, bár hol vagy, itt vagy. Itt rögtön mindjárt, ha kiérsz innen, akkor itt tudsz venni vizet. Uh-huh. Nem itt, lent. Bocsi. Tehát lent tudsz venni vizet. Itt a kaja, itt meg vele szembe a víz. Hol a víz? Bakter. A fele vigyel. Várjál, azért máshogy volt. A Ruin Station-en. Mindegy, itt, de itt a víz, hülye vagyok. Itt. És akkor ezeket a palackokat így quick buy-jal tudod megvenni. Egyenként. Meg a mögötted lévő izét darált sült patkányokat is, meg mindenféle ilyen finomságot. De gyere, megmutatom közgünti, GG. Figyú, megmutatom, hogy hol van a lőszer, jó? És akkor a P8... A P8... Kajából érdemes rifle-höz. Venni? Tessék? Kajából érdemes venni? Persze. Nálam van karaf noodles, meg... Melyik érdemesebb? Hát, a karaf noodle az olyan, mintha izét vennél valami hotdogot vagy burítót, az elég jól feltolja az életerődet. Ezek meg kb. Ilyen egy harmadot vagy egy negyedet tolnak fel, ezek a kis pácikás
jégkrémek. Úgyhogy... Hát, körülbelül. De ugye ezek kisebb helyet foglalnak az inventory-ba, úgyhogy ebből is érdemes azért betárazni. Én mondjuk ilyen heavy inventory-t vettem föl direkt. Heavy backpack-et. Na, nézzük a fegyverzetet. Gyere, erre bejössz. Itt van jobbra egy ilyen, egy ilyen automata, ahol ki tudod venni a cuccaidat, ott. Ja, igen, igen, látok. És akkor, ha ide bejössz, ezek, itt vannak hajófegyverek, arra. Ja, igen, látom. És itt meg a kézi fegyvereknek a garmadája van. Szól a izé, a... Full techno? Ja, várjál, mindjárt mondani akartam. Weapons shop, itt tudsz vásárolni lőszert. Itt van a kijelző hozzá. Én ja, azt javaslom, hogy kérdezem, nincs itt. Előbb vedd fel a fegyót, és úgy, én mindig először fölveszem a fegyvert az inventorimból, de itt tudsz fegyvert is vásárolni, tehát igazából amit tudsz itt venni, ahhoz tudsz lőszert is. Ja, Prodigy-t akartam mondani. Szevasz, tengeri, szia, mi a helyzet? Ja, és meg itt vannak ilyen mega széles quick buy lehetőségek. Mik vannak itt? Bering rifle. Van itt minden. Demeco LMG. FS9, ez light machine gun. Hú, ezek elég durva cuccok. Na, ebből veszünk, vagy tizet. Scalpel sniper. Te figyelj már, ilyen megaszélben vannak ilyen sniperek, meg mindenféle. 6750 a scalpel. Ez akciós kosár? Ja, ez a megaszéles. Devastator shotgun. Már jó lesz, hogyha jönnek ezek az új fegyverek, mert kicsit már uncsi az a sok. Vagy ezek a fegyverek ugyanazok már nem tudom mióta vannak. Talán csak egy-egy jött be a játékba, így újonnan. Igen, Geri, ez ilyen üzemen kívüli stream gyakorlatilag, tehát ez most ilyen pont ráérek, és tudok játszani, most van pár órám, úgyhogy nagyjából egy ilyen átlagos két órás ilyen streamet le tudom nektek tolni. Úgyhogy ma is lesz egy, meg akkor holnap is a rendes megszokott időben. Úgyhogy tök jó, örülök, hogy... Ja, igen, Mikulás meglepi stream. Tényleg. Ja. A Mitulát bátihotta, Hát így van. Most egy kicsi nyugi van itthon is. Mindenki elment dolgára, úgyhogy... Most itt vagyok. Az online térben úszkálok. Mint a hal a vízben veletek. Na? Jó, azért megvan, fegyver megvan. Hát ja, még azért lesz meló, Geri, de talán most már. Mondjuk nálunk azért ilyenkor még van egy utolsó hajrá. A két ünnep között is nyitva leszünk, de az már olyan lesz, hogy nem hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy eresztés lesz. És akkor menjünk ki a kijelzőhöz. Igen, azt keresem. És balkész fele. Igen, most kimész és balkész fele. Kár, hogy nem tudom lenyizelni, hogy mit van az inventoriba. Én meg tudom nyitni az inventorimat, ha itt állsz. De most, neked most itt van az inventorid? Most benne vagyok, ahogy hívják. A gépbe. A gépbe. Na jó, akkor de amíg jó. Te itt cuccolsz, addig nézzünk már valamilyen küldetés félét. Jó. Hanno? Na most már több fül jelenik meg. Delivery mission van itt. Mi lesz elég? Itt van. 12-ért mit mondasz?
Jó. Ezért el kell menni, fel kell szedni azért a cuccot egy hajóból, lehet, hogy egy hajóroncsból, mert elég rossz helyen hallottak róla utoljára. Nem tudják, hogy mi történhetett, milyen hiba történt. Hát ez egy investigation, és a 100 000-es számú csomagot kell fölvenni, és el kell vinni a jó helyre. A Citizens for Prosperity-nek kell csinálni. Megpróbáljuk ezt? Hát, ha nem lesz annyira... Nagyon... Próbáljuk meg. Nézzük meg azért, hogy mennyire döglünk bele, kis kát lesz-e. Megserelem neked, jó? Oké, okay, jó. El tudod fogadni? Kész vagy? Meg kint vagy a izéba? Igen, meg is van. Itt állok már melletted. Oké, okay, akkor megyünk a izé hangárhoz. Nálunk is a cégénél van most az évig. Hajrá, mindenkinek most eszébe megcsinálni azt, amit szerintem már tavasszal meg kellett volna. De hát ilyen ez a multi. Ajjajjaj, hát igen. Mindent halogatunk, azt egyszer csak izé rátoljuk a kollégák fejére, és akkor gyerünk gyorsan. Hamar gyorsan meg kell mindent csinálni, hát... Bizony. Ebben neked van nagyobb tapasztalatod, de nekem nincs, én a vendéglátásban vagyok jobban tapasztalt. Itt a hangártranzit, gyere menjünk. Uh-huh. Egyébként egész jól fut most. Igen, le ahhoz képest. Jó, igen, 15-16 FPS, de rosszabbra számítottam, azt hittem. Néha esik be csak. Néha, de akkor így hamar túllendül rajta, és akkor jó, meg utána el is szoktam engedni azért W-t, hogyha látom, hogy nagyon gáz a helyzet. Akkor vissza szoktam tekerni az egérgörgöt, meg mindent, és akkor úrá tud lenni a helyzeten talán a dolog. De hát ez egyáltalán nem a procin múlik már. Cutlass Black. Igen, megtankoltam a Cutlass-t, remélem elég lesz bele akkor a kvantum üzemanyag. Hű, de jót beleléztem, hogy az itókám hol van. Itóka. Ja, hát persze, hát mindent el kell pakolnod. Oda fönt elpakoltál mindent? Most pakolok gyorsan be. Benéztem az inventory-mba, azt... Ó, tényleg az itókát ezt nem raktam be a táskába. Hónye, hogy most jutott eszembe. Hónye. Én meg a megfelelő hajóhoz... Most már megvagyunk. A megfelelő bögrét választottam, srácok. Opa, bocsi. Ott a Cutlass Black, siluett, és la-la-la-la, Drake Interplanetary Craft. Welcome to your Drake Interplanetary Craft. Szuper. Nagyon imádom ezt a bögrét, a kedvenc bögrém. Természetesen. Mehetünk? Mehetünk. Hop. Júj, na gyere. Snele. Igen. Csak működik ez, hogyha ütközünk, sérülünk? Hát... A lépbe. Nem igazán ugrabugrálnék. Közgeri, jó. Ugye? Nagyon állat. Úgyhogy én most kiszaladok. A liftbe menet, egy kicsit úgy megsüllyedt a karakterem. Jáhó, ne! Á, ne! Bugge! Oh. Istenem! Rohadt élet. Mi az anyámat csináljunk? Tedd el, az hívd újra. De nem tudod, mert... De bazd meg, elsztórolja. Moving to storage. Hú, de rohadt nagy mázlink lesz, ha ez sikerül. Egyébként, ha jól megfigyeltétek, akkor így váltakozott izé claim meg storage között. Pont amikor kiírta, hogy store, akkor nyomtam rá. Makkeros gengszeres vagyok, basszeg.
Ó, és elméletileg... Aha, ó, persze. Na, szóval sok ilyen hiba van még, igen. V1-nél. Bakát ugye ne feledjük, hogy a building block rendszer is tök új, tehát ezeket az adat csomópontokat ugye vizsgálják, hogy hol tömődik be, hol dugul be a vezeték az UTP kábel, és azokat próbálják meg helyre rázni. Most, mintha... Na, eddig jó. Na, csak majd elindul a platform fölfelé. Igen, most lett a HUD update, ezek a jelzések meg szimbólumok lettek update-elve. Ugye elméletileg be tudom kapcsolni egy csúszkával, de majd mindjárt megmutatom nektek, ugye ezt idefele is mondtam, mikor idejöttem macsakért, úgyhogy elméletileg meg tudom csinálni. Várom még egy picit, hogy a szerver magához térjen, nehogy azt higgye, hogy még lent van a padló. Mert akkor mi is a padlóla leszünk, padlóla, de dúlván. Eddig jó. Eddig jók vagyunk. Figyelj már, a küldetéssel mi újság van ez a Rafting Delivery Error? Hát, nézzük már meg. Igen, itt van. Ez van betrekkelve, neked is akkor ez kiírja. És elméletileg, ha a Maps-ba bemegyünk, akkor itt van a küldetés. Itt, ha le tudom nyitni, és be tudom követni. Akkor de jó, csak az error. Kimegyek. Az error, az maga a küldetés nevébe van. Akkor jó, akkor nem szóltam. Azt hittem, hogy ez valami hiba. Nem. De rég voltam a Cutlass Black-be. The Cutlass Black is back. Itt vajon működik a másodpilóta, vagy inkább a turretbe üljek? Ja, én is kíváncsi vagyok, Geri, mindjárt megnézzük. Elméletileg működik a Copilot, nem tudom. Teszteljük le, azért vagyunk itt. Teszteljük. Imádom ezt a 8 bites hangot. Szép lassan kirepülünk, jó? Jó. Megvárjuk, hogy kinyílik az ajtó, nehogy vissza bugoljon. Úgy, ahogy a hangár, tető. Úgy látom, hogy jók vagyunk. Nuts. Kérlek. Ajja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 j
Hú. Júj. Merre szabad? Hat. Na most nem látom, hogy merre kéne menni. Aha, jó. Itt vagyunk alul most. Ez az irány jó lesz. Jó nagy lak volt. Jesszus Maris. Elmegyünk szépen innen, szép lájtosan. Azt mondja, hogy... ezzel a 95-tel talán nem lesz olyan vész. Jó, nincs bekapcsolva a head tracking. Na nézzük csak! Hogy is vagyok? Jó, most ez sem működik. Nem tudok váltani. Szóval... SP... Space Break... Azt bekapcsoltam, ahogy jövök. Traktor mint. Ja, látom. G-Safe, Auto Slowdown... Gravity... Ja, az Auto Slowdown, ha mondjuk lemegyünk egy olyan helyre, ami mondjuk légkör, akkor lehet, hogy akkor ott hagy minket, hogyha ezt kikapcsoljuk. Hagy minket menni, mint állat. A házba kell lépni. Köszönöm.
Advanced HUD, itt van. Pik! Ó! Magnifico! Hát ez nagyon baba. Oké. Na! És itt nekünk mutassa, hogy mi van. Jól néz ki, bakker. Tetszenek ezek a... És ott van a G-erő is. Tehát itt mutatja a G-erőt. Ugye ez a noise-dikoly. Próbáld ki. Azt keresem. Ez itt vajon mit jelent? Jobbra. Ott van, hogy mennyivel megyünk. Igen, itt ez a... Igen. Ez a valós... Jó, hát látom már, hogy mi van itt a gázadással. Igen. Akkor... Ugye milyen nice? Akkor ez megint csak egy ilyen csúszka térkép. Itt van a flight mode, meg a fuel. Ú, de jó, hogy kiírja a százalékra az üzemanyagot, a hidrogént, meg a kvantumot. Hú, gyerekek, ez jó sikerült. Ez egy jól átgondolt, jó sikerült dolog. Tetszik. Az a célkereszt, azt meg azt mutatja, hogy ami a kvantum meg a fuel köz fölött van. Igen. Hogy ha jobbra fordítod, vagy balra, akkor sodródik a hajó, még mindig mutatja, hogy merre megy a hajó, milyen lendületben van. Értem. Jó, az a nyílt, te leszel. Hol van a térképen nekünk a küldetés? Mindjárt megkeresem, hát, hogyha mutatja. Track contract. Track contract. Be van trackkelve. Igen, be van trackkelve. Szia! Ugye itt meg tudom nézni egyből a szerződést. Te látod, hogy hol van a sárga? Nem. Én sem látom. A Contract Manager. Az meg, ez bugos ez a küldetés. Csát, hogyha? Szerintem is, mert... Hey. Mert a location addresshez kéne írnia, hogy hol az anyámba van. Jó, akkor ezt... Abadonozzuk, ezt nézzünk egy másikat. Persze, az lesz mindenféleképpen. Nézzük az ajánlatokat. Nézzünk egy ilyen 3000-eset, már csak az egyszerűség kedvéért. Jó, hát, az sikerül. Jó, persze. Itt van drop-off egy adressz. Ez ugyanez lesz szerintem. Mindegy, megosztom, nézzük meg. Én a kávé, így van. Meghajlunk a kávé isten előtt. Jó, megjött. Jó, nézzük meg. Mert az lehet, hogy nem írja ki a nevét az a küldetésnek, de... De ha jelölni a térképen, és nem jelöli, bazd meg. Hát igen, legalább egy bolygót vagy egy területet mutathatna, hogy hova kell elmenni, ezt majd akkor aktiválódik. Próbáljuk meg azt, hogy elugrunk Monoxra mondjuk. Jó, menjünk. Hát ha mondjuk ott egy kicsit máshogy viselkedik a történet. Ugye mindent ki kell próbálni. De most mutat mindent. Most például azt sem tudom, hogy... Ez itt mi? Bazd meg, ez pont Monox. Ha! Hát ezt eltaláltam, pedig fogalmam sem volt, hogy ez az. Ez ugye nincs messze. Lehet, hogy itt a station környékén izé van. Ah, és jön a zene. Működik a Co-Pilot? Működik a Co-Pilot, azt a
Amit te bekapcsoltál, azt nem tudom bekapcsolni, mert nekem olyan funkció nincsen. Jelentem, valami baj van. De nekem nem változik a zene. Nem változik? Na, még mindig ugyanaz az alapzene, vagy minek mondhatnám. Nekem most megint a dinamikus zene. Most talán nem dob ki minket Quantumból. Ez lehetett egy szerverlog is. Vagy lehet, hogy éppen itt mentünk át egy másik sádra, ahol a Monox van. De a Monox és a Ruin között lehetett valami. Lehet, hogy ezt a küldetést is abandonoljuk, és akkor utána megpróbáljuk még egyszer fölvenni. Jó. Vagy megpróbáljuk egy másikat fölvenni, amit éppen ad, remélem még azért marad. Igen, ezek ilyen 30 másodperces riffek, és akkor itt és akkor ezzel a zongorával így elhalkul, és vége. Vagy ezt esetleg ezt optionbe be kell állítani a dinamikus zenét? Nem, az alap. Az alap? Akkor nem tudom. Lehet, hogy csak a kapitány, lehet, hogy aki a hajót vezeti. Még bármilyen bug előfordulhat. Így van. De nagyon jó. Nagyon jó. Szép az a baj. Azért nézzük, Totya, valamilyen szállítás küldetés nézünk. Na, ezen a bolygón még amúgy nem voltam. Ragadjuk meg az alkalmat, és szálljunk le itt valami Point of Interestre. Jó. Young's Place. Remélem ezen az oldalon van. Vagy? Ez 798, ez biztos, hogy itt lesz. Remélhetőleg. Most telefonom van. És megcsinálták az altitude métert. Na, induljunk el. Na, megváltozott a zene. Igen, na most neked is. Szóval, igen, vezetés közben telefonálok. Na most van egy ilyen funkció, hogyha megnyomom a gombot, akkor berögzít egy bizonyos sebességre. Most lehúzom, látjátok ott bal oldalon, de most megnyomom a gombot, akkor 5-20-ig berögzíti. Kivesszük a kvantumot, és most szépen megyünk. Nagyon bízom benne, hogy nem fogja magát össze kakálni. Nem baj, ha nyakig ér a fos, csak ne lötyögtessék a tartályt. Mondja a bölcs mondás. Totya, nekünk is ugyanez a problémánk, hogy nem adja be a pick-up és a leadási pontot. És ezért most bánatunkban lejöttünk Monoxra körbenézni. Maxos felhőkkel. Ennek elég érdekes a textúrája ennek a bolygónak. De gyönyörű. Nagyon jól néz ki. 5 kilométerre van célpont. Ja, nem rossz. Az ott egy hajó volt ott? De igen, az ott egy hajó volt balra. Most mentünk el mellette. Már meg is állok. Itt egy hajó, az elméletileg majd mutatja. Ahoho, igen, itt van.
Borzasztó a frame per sec, srácok. Hát ez itt így elbújt. Eljött elbúj helyre, és ez vajon... halott már, szerinted? Száma van. Igen, mert ez fejjel lefele van. Ó, csórikámat. Már megküdték. Meg lett kúpolva szegény. Ez egy Starlancer volt, egy Starlancer Max. RIP. Rest in peace. Kennelt meg, háta van benne valami finomság. Nézzük meg a scannet, hogy működik-e. Scan? Várjál, hogy is van a scan? Nekem van. Joystickon. V-betű. Ja. Mindjárt megnézem. Itt a kis okos. Na. És ilyenkor emeletre csak hagynom kell? Hát emeletre, ha nyomod rajta a gombot, amíg a scan végig fut rajta. Ha egyáltalán működik. Na melyik gombot nyomja? Mert most belilult, ahogy látom, mert igen. Most nézem az élődet. Igen, belilult. Igen, és most melyik gombot nyomja? Hát emeletileg ilyenkor a tüzelési gombot szokták. Vagyis hát nekem az egéren úgy van, amikor ránézek, lenyomom a bal klikket. Hát nekem Joyra van állítva, és most ez így nem működik. Nem szkennel ide. Mindegy, legalább próbáltuk. Most pittyeg. Hova kéne írni az eredményt? Hát elmegyetek az egyik kijelzőre. Itt van. Megvan, igen. Bocsánat. Itt van. Itt van a signature jelerősség. Nem tudok följebb görgetni. Akkor ez ennyi? És ott vagy. És akkor kargó? Kargó, aha. Kargó nincs. Alkatrészek. Basszus! Én ezt most csinálom először, bocsrácok. Semmi baj. Szóval, igen, info, alkatrészek, kargó. Aha, itt le van bontva minden. Excelsior, jump drive. Ebben benne van még minden cucc. De ugye minden offline. Ja, 16 rakéta az nagy érték. Hát mit gondolsz? De nem tudunk bemenni, ugye? Ez a baj. Vagy... Nem. De úgy be tudunk menni, hogy te a rámpáról beugrasz. Vagy hagyjuk? Hagyjuk, hát most... Éjfelől megpróbálhatjuk. Hát az attól félek, hogy bebugolódunk, átesel a textúrán, be a bolygóba, szóval... Nem akarom ezt most megreckírozni, srácok. Az az igazság. De majd eljön ez a pillanat is, amikor ezt fogjuk csinálni. Az biztos. Van ott egy turret. Valószínű, hogy ott lesz balkész felé, igaz a telep. Nem ér, így van, nem ér annyit, Geri. Így van, jól látod te is. Én is így érzem. Maci is így érzi, vagy Macek. Maci? Látod. Ma keverem a szezont a fazonnal. Tudtam volna erre valami csúnyábbat is mondani, de inkább nem mondom. Hoppá! Trespassing. Vigyázzál, mert itt lehet, hogy lőni fognak ránk. Itt úgy látom, hogy nagyon durván be vannak bugolva a hajók. Vagy ezeket mind lelőtték. Azért a shieldet emeljél be, hogyha ránk lőnek, azért... Legalább annyi esélyünk legyen, hogy elmeneküljünk. Dobtam a shieldre 3-at. Hajtóművre dobok még. Ezek legalább működnek. Lőni nem fogunk most, de... Az ott egy Polaris? Pont előttünk?
Meg lehet. Nagyon úgy néz ki. Az, az, Polaris, uh-huh. Igen. Talán a másik is az. Ja, tényleg. Ú, annyira belolvadva a sziklába. Uh-huh. Elméletileg ezeknek csinálják a küldetést, úgyhogy nem hiszem, hogy lőni fogna. Gyere ma, a Bounty Hunter, ez a Bounty Guild, nem? Bounty Hunters Guild, vagy Headhunters Guild. És tényleg ott a bal oldalon mutatja, hogy mennyire csúszok oldalra. Uh-huh. Igen, itt így csak hajó, vagy itt van az is, nem itt van a bázis. Aha, ott is van egy... Baszki, ezeket úgy de le lehet szelvizselni ezeket, majd baszod, úgy de jó lesz. Meg kifosztani, vinni a rakétákat, meg a torpedókat, így az ilyen random elhagyott hajó. Főleg a torpedót, az S10-es torpedókat. Horrorikus ára van. Hát igen. Valami 500 000 ahol egy... Ja, azt nem tudom, hogy olvastad, hogy megcsinálták azt, hogy ne lehessen újra klémelve a hajóval is fel legyen töltve? Ha kifogyott a rakétád, akkor úgy, hogy leklémered, de nem lesz feltöltve a torpedó. Hogy mindenféleképpen meg kell, hogy vegyed. Persze, olvastam, igen, ez a legújabb agymenés most. Hát igen, mert mindenki újra klémerőzt, akkor így nem kell venni. Aha, de hát ugye nyilván ez a gazdaság szempontjából nem jó. Olyan, mint hogyha egyfolytában nyomtatnád a lóvét, és akkor... Hű, milyen leket ugrá. Van az érnag. Van persze, bőséggel. Jósága, bőséggel. Még előrébb. Jó, oké. Okay. Szegény fuck, hogy ki van, aki száradva. Szegény fuck. Hagyom az energiát a hajón, jó? Persze, ha menekülni kell, akkor... De nem látom a helyszínnek a... Tehát, hogy nem látom, hogy mit kéne fölvenni, tudod? Hát bízunk benne, hogy nem bugos ez is. Meglátjuk. Az a koni, az nagyon szögegyenesbe van, de lelkvada. Nem lőttek még ránk. Itt vagyjuk a hajót? Na, inkább zárd be a biztosak kedvéért. Na, hát rányomtam a gombra, de nem történt semmi, mindjárt. Hát nem záródik be. Bal shift-tel le tudod steadizni azért, snipe-it. Hát itt senki sehol. Egyelőre nem tudom kinyitni azért. Az open-t nyomtam volna? Jó, hogy ez számít. Tehát nem olyan, hogy... Ó, totyám, te vagy a megmentőnk. Nem tudod kinyitni? Nem tudom, nem reagál semmire rá. Bejövök ide a hajóhoz, és még ránézek a küldetésre azért. És mínusz 273 Celsius fok van itt? Wow! Mínusz... 27-et ír. Nekem meg 273-at. Az az abszolút nulla fok szerintem. Vagy valami ilyesmi. Hát az bár, igen, a környékén van. Akkor jó a ruhád. Jó, bírja. Koninak az alját, azt hol kell kinyitni? Az még régi fajta, oda kell alá menni, és akkor megjelenik a szöveg. Lehet, hogy a Koniból lesz az utca egyébként, mert ugye elcsorták. És nem kizárt, hogy a Koniból kell kiszedni. Nézzük hát. Megvan a nyitógomb. Ez egy kicsit szét van küldve. Hopp, kilő rám. Honnan lő? Mögötted van. Hát
Ajajajajaj, ez így nem lesz jó. Meghaltál? Nem, nem, csak kicsikét laggol, ahogy hívják, most... Valami... Ez lehet, hogy játékos volt. Igen? Nézzük meg. Aha. Vagy egy headhunter. Kineszelte, hogy itt izé szaglászunk a cucc körül és... Miért? A ruha ez? Azonnal levele, be a hajóba. Az egész palit vigyük be izébe, a koniba, vagy a koniba, a... Cutlassbe. Oké. Okay. Na, miért nem működik a traktor, Bim? Lehet, nekem kell. Fedezzél már addig, léci. Jó. Valamiért nem aktiválódik be. Hm. Élőttem le, én vihetem. Ne, az eddig is baj, ha ez így működik. Csak figyelj, mert... Hogyha... Nekiállnak engem lőni, akkor nagyon-nagyon csúnyán hamar le tudnak szedni. De ugye nem látjuk az indikátort, hogy hova kéne menni, szóval egyébként ez egy ilyen veszett fejszínjele ez így ez a küldetés. Kinyitod? Igen, azt akarom. Köszönöm. Ez egyébként egy olyan páncél, ami nekem van, csak a piros. Jó, jó. Hátulról így nehéz volt felismerni, de ha neked van, te meg is. Hát itt, ez így... Ez. Mit történt? Itt van a soma benne a hajóba, bazzánk. Betettem a palit, pak, eltűnt. Nem esett át a hajó? Magic hulla. Ja, hát ez kb. A textúrába esett, ja. Egyébként ezért jó a cutlass, mindkét oldalon nyitható. Azt a fihú. De jó az az új szkóp is, nem nagyon sokszor próbálgattam még amúgy. Tudod, ez egy ilyen szellemfalu. Lehet, hogy be kéne kopogni valamelyik ajtón most már. Nem látok senkit. Na. Szóval a konit kéne kinyitni, akkor megpróbálom kinyitni a konit. Próbáld már, mert én hiába nyomkodtam, nem reagált rá. Nem-e az, hogy lehet, hogy be vagyok bugolva, azt azért nem jött le a lift sem, meg semmi. Bajnak mondjuk, hogy most a kokátlás se tudtam volna kinyitni. Igen, szerintem nem azzal van baj. Nem jön le. Ezt akkor ne erőltessük ezt a... Gyere ide hozzám, légy szíves! Hát, hogyha ezt a végénél... Ez olyan, mint hogyha szét lenne teljesen lőve, és így kb. Csá ennyi. Mert itt van a nyitó gombja. Nem, ez nem az. Az nem az? Szerintem ezt maximum le lehet lőni, de egyébként itt kéne nyílni az elevatornek, itt kéne megjelenni a gombnak, mert ugye ez még egy régi hajó. Uh-huh. Na hát, menjünk széljel akkor. Nézzük itt a... Innen, igen, a... jobbról-balra fésüljük át az egész hóbelebancot, vagyis hát legalább valamelyik részét. És nagyon fontos, hogy... Innen benézek sniperrel. Az a baj, hogy egyszer csak meg fognak jelenni ám, aztán akkor megnézhetünk, mint az izé, Luki nyúl. De nem baj, bemegyünk azért. Szóval ez a küldetés igazából arról szólna, ha működne rendesen, hogy elloptak valakitől
valamilyen csomagot, és azt kéne visszaszereznünk, ha látnánk, hogy hol van az indikátor, hogy melyik csomagot kéne visszaszerezni, akkor be kéne ide mennünk. Tehát egy sokkal, sokkal célirányosabban tudnánk menni, és kihozni azt a csomagot, és akkor elvinni azt a jogos tulajdonosának, olyan, mintha benn lennék a textúrában, egy kicsit olyan furi, és benn is vagyok. Igen, én is meg vagyok süllyedve. Igen, igen, benn vagyunk valóban, igen. Igen, látom én is, térdig süllyedtél a textúrában. Ez itt egy storage access, igen. Itt van egy fegyver. Fel tudom venni? Te itt áll két tag. Lőnek téged? Meg sem otszannak. Beletárasztom a fejbe már egy egész tárral. Lehet, hogy ki kell jönni. Lehet. Na menjünk. Jó, felugrottam. Látod őket? Ott vannak elő. Igen, látom. Szerintem ezek a kellékek. Most jól, díszek. Most jól fölvertük őket. Legalább van indikátorod, és egymást nem lőjük agyon. Így van. Milyen fegyver az? Kanont is szél. Yellow Jacket GT210 Gatling. Ez ship weapon. Az igen. S-Series Long próbababák. Ja, lehet, hogy ezeken lehet kiüríteni a tárat. Equipment. Aha. Egyébként az épületben ez van egy illető, ott mögötted. Ott sétál valaki. Akkor menjünk be. Aztán... Ezek próbababák, ja. Ezt benéztük. Júj! Hol a bejárat? Én is arra gondoltam, megvan. Várjál meg. Én direkt nem mondom a shiftet. Egy kicsi Star Wars hangulatot kölcsön ez a... Hogy igen, mi a fene? Pont ez volt, ez olyan ismerős a formák. MSHTTV, kösz a követést! Isten hozott a flottában, csá! Most nézem itt a nagy izgalmak közepette. Igen, ez ezt a hangot? Én ezt sejtem, mert zenét hallom. De valami állathangféleséget hallok. Igen. Meg most valami kalapálást. No, gyere. Itt vagyok mögötted. Jobbra nézek én. Hopp, jobbra elment egy az ajtónál. Figyelj, itt benne is lesznek. Ah, itt vannak mögöttük. Kurva élet. Fú, hogy ne lagolna ennyire. Aha, én kifutottam inkább. Megvan. Megvan másik is. Igen. Akkor jó. Én láttam eddig is őket, csak ugye engem folyamatosan lőttek hátba. Haver, nagyon szépen ide táncoltál elém, kösz. Ezeket be lehet zárni? Baszki. Na. Nem bazd meg. Itt jobbra... van egy terminál. Jó, ja. Jobbra körülnézek. Oké. Okay. Hát valami rakárhelyiség van. Hátra lehet valamit lootolni. Biztos, hogy igen. Valahogy szerver szoba. Ó, itt van egy hajókomponens, egy cooler. Ezeket akár ki is rámolhatjuk, testvér. Ó, van nyugodta, vigyük. Ó, a frász hozta rám az ajtó, nyitás. Fegyver.
páncél, a boltból bármi, amit szemed szád megkíván, mindent ki lehet. Szuper. Ez itt egy Quantum Drive, egy Burst Quantum Drive. Ígértek egyébként újfajta lootládákat is. Itt van egy alternatív útvonal, amúgy. Tetőről bekommandozhattunk volna. Itt hátul mindent megnéztél akkor, tiszta? Igen, ott tiszta. Jó! És itt erre? Tette. Ez az alternatív útvonal része. Most elméletileg ezt el tudjuk vinni, ezeket a hajókomponenseket? Igen, traktorbím is, már mehetünk is vele. De ez ugye még csak egy épület volt. Tudom. Jelzem neked. Na, működik a traktorbína, de nem engedi megfogni. A fegyvert igen. Komponens nem lehet kivinni. Nekem nem engedte azt a két kullert ott megfogni. Jaj ne, erre akkor még várnunk kell. De ez nem igazság. Ennyi energiát belefektetünk. Itt van még egy yellow jacket, meg kinn is van a falon egy. Ha ezt engedi, akkor azért azt azért. Istenem. Jó. Láttatok egyébként a charge és drain funkció? Nem, nem lehet. Jó, hát akkor szomorúan konstatálom, hogy ezek korlátozottak a lehetőségeink. Akkor menjünk tovább. Hagyjuk őket itt békében nyugodni, és akkor még öljünk valakit. Szívjuk ki a vérét. Jó, várj, de akkor ha itt vagyunk benne, akkor iszok. De bejövök. Nézzük, hogy a pyrói víz. Átjöttek a bunkó Stantoniak, azt mindjárt felfordulást csinálnak, meg már vinnék is a szajrét. De a Robi bácsiék még nem engedik. Na, a heavy páncélnak a csodája, hogy kurvára nem látod, mit visz a szerencsétlen karaktered. Uh-huh. Na hát jó dolog a cruise lux, de azért látszik, hogy a víz az csodákra képes. Tegyük ide. Uh-huh. Tűj a szentségét. Föl kéne menni a sisakot. Na mindegy, majd ezeken még forognak. Lesz, jó, még itt, lesz még itt azért jobb állapotban is. Na, mehetünk tovább? Mindjárt csak megnézem, hogy milyen fegyvert vettem? Valami Ranger 212-es shotgun-t. Na, jó, megyünk, mehetünk. Hogy no injury detected? Azért mondom. Hú, de megijedtem ettől a hangtól. Na most vagyok jól. Mehetünk. Nincs esetleg egy izé, egy reflex valamelyiken? Hát shotgunom biztos nem lesz. Jókor jut eszembe mi. Na én nem találkoztam vele, de... ezen az SMG-n van valami. Azon is van. Akkor le kell venni. Akkor visszamegyek, addig nem jövök ki. Azon gondolkozom, hogy most ugye kettő szlotom van. Négyiken van egy-egy fegyver. Hogy csináljuk? Tehát elteszem a fegyót. Fölveszem, hogy inspect. Igen. Inspect. De nem akarom swappolni, csak megnézni. Jó, de googolok hozzá, hát ha jobb.
Jó, egyik sem működik. Akkor csináljuk a régi módszerrel. Csába, nem tudom betenni a táskába. És nem tudom így levenni róla. Na ez az, látjátok? Ez az, bazd meg. Már bocsánat. De hogy... Igen. Chat? Hogy a tökönbe oldjam ezt meg? De most komolyan. Anélkül, hogy le kéne vennem bármelyik fegyveremet a kurva hátamról. Hogy oldjam meg? És kockáztassam meg, hogy elbugolódik a büdös francba. Hm? Sehogy mi? Várjál csak. Itt nincsen kioszt termel, vagy termelálók, ugye? De nem veszi a kezébe, Savarius, nem veszi a kezébe. Tehát... Equip swap. Most hosszan nyomom rajta az F-et. Na jó, akkor googoljunk le. Nézd meg a másikat. Van terminál. Igen ám, de... Holster swap. De egyikre se... Ezt komolyan mondom. Na ez az. Mindegy... Ja, macsáknak mondtad. Mindegy. Oké, oké, rendítsek. Jó. Ez micsoda? Milyen fegyver ez? Itt van. Szóval az az igazság, hogy az kéne, hogy... Ami a földön van fegyver, annak is van valami az én is, látod? Ez nem levehető. Ja nem, ez nem... De alosó, meg izis attachmentje is van. Barrel, meg underbarrel attachmentje is van. Szóval, ha most ezt így, és akkor ez így, kicsit közelebb van, minden a kelleténél, de jó, oké. Csávik, Robi, szava! Hát igen, örülök, hogy észrevettétek, hogy pénteken itt vagyok. És hát ez egy kis plusz. Most lett időm, és akkor gyorsan bejöttem egy kicsit bohóckodni itt macsek, vagy ja, de macsekkal. Igen. Igen, most jól mondtam. Föl kell nekem írni ide cetlire, hogy kivel játszom éppen, mert már olyan izé vagyok, holdkóros. Na gyere, akkor menjünk tovább. Oké. Okay. Szóval gyakorlatilag szenvedésünk tárgya az, hogy egy küldetést teljesítsünk itt. Itt van a... Hallom azt a hangot, amit hallottál az elébb, az kérlek szépen a szél. Igen, csak akkor kijöttem egy pillanatra, nem tudtam mi ez a hang. Akkor jólozzunk be ebbe az épületbe itt. Jó. Ahol van a... Tényleg olyan, mint Mos Eisley Star Wars-ba. Igen. Betérdeltettem. Jó. Jó, ez az. Elfeküdt. Kinyírtam, hogy ne jelentsen. Figyelj, még ne menj az ajtónak. Még azért körülnézzünk, hogy... Persze. Járkálnak-e. Észre se vett, hogy ott van a halott haverja. Ho-ho-ho! Boom headshot! Szóval bent vannak. Igen, vannak, én látom az ablakon keresztül. Fegyvertelenekre lőttem eddig, sajnos áldozatomul estek.
Ezek viszont már fegyveresek. Itt is azt hisztunk el előtt, de egyáltalán nem izgatta fel magát, hogy itt bármi történik. Itt van egy civil összekuporodva. Csórikámat kinyírtam. Csak az a baj ezekkel ám, hogy ezek így szereznek valonnan fegyvert, aztán... Lelőjem? Yeah. Én már kettőt leszettem. Ahogy szeretnéd. Hallottam egy kopiont. Ne haragudj, majd legközelebb. Jaj, akkor lehet, hogy az előbb azt hallottam, azt a madárkát. Aha. Igen. Kelepelő hangja van. Így van. Na, itt bemenjünk az ajtó. Be. Letekedem ilyen félig sétára. Jössz? Balra menj, én jobbra megyek. Oké. Okay. Ott a körben mindenki megvan? Itt ül egy csávók a fotelkájába. Az az ellenséges manusz, az sehol nincs, igaz? Most meghalt szegényke. Az csak egy vázának tűnő tárgy. Tehát mivel trespassing területen vagyunk, azért ugye jogos mindenkit kinyírni. Itt állt az ablakban, egy fegyveres maszkos. Én is láttam, és nem tudom, hol van. Az hova tűnt. Megnézzük gyorsan, mi van itt. Víz. Ez egy spájz. Itt egy ilyen növénytermesztő. A lootládikát. Nézz körül benne. Ezzel a fél emeleten voltál fent? Ez sem az a fegyveres, akire számítottam, de... biztos, hogy fix inkább kiiktattam. Parancsolsz? Van itt egy ilyen fél szint. Nem voltam még itt de fent. Mert nincs itt senki. Hát akkor ez egy ilyen déli báb volt ott az ablakban, csak így ijesztegetésképpen. Itt viszont még, följebb lehet jönni. Ja, van még feljebb? Igen. Ja, igen, mert elég nagy épület volt. Ha itt ilyen lakrész van. Ugye innen gondolom majd idővel ki lehet ezeket szedni, ezeket a ruhákat. Aztán a kaszabába elvisszük Stantonba. És nyitunk egy ruhakereskedelem. Hát igazából van egy olyan képzetem, hogy mondjuk egy ilyen marketplace-t lehetne csinálni az Ironclad-ból. Kis kaja. Frankó víz. Frankó víz. Cruise Lux is van. Sunset Berries, kaja. Az jó vaskos lootláda. Még mindig van tovább? De nincs fent semmi. Sajnálatos módon. Csak kopjonok. Az igen. Oda be lehet menni ebbe a kis épületbe? Szerintem szinte bármelyikbe. Szegény hentes. Te! Csak nekem jutott eszembe, hogy elköthetnénk a Starlancert. Hoppá. Van ott valaki. Várj. És egy fegyveres, és még szerintem minket keres.
Lent van az éjjel, most elment az épület mögé. Hol vagy? Én itt vagyok fent a, az a kis lap, kis tetős épület mellett. Baszki. Itt vagy fent? Aha. Kicsikét... Látlak már. Hú, nem lát. Hol láttad azt a fegyverest? Itt le a két kiszáradt fa között sétált át, és ő elment jobbra. Itt is fel alattuk. Szegény. Kapta halt. Szerintem akkor még van, még kell, hogy legyen valahol. Igen. Menjünk le, és szerintem próbáljuk meg akkor talajon ezt így véghez vinni. Jó. De még mielőtt bármit csinálok, én eszem egyet. Hogy ne legyen éhes a karakterem. Addig ide beállok az ajtóba, ha jobb valaki. Valaki most így, Adja az ívet rendesen. Azért milyen már ez az emeletről simán le tudsz lőni, hogyha jobb valaki. Persze. Itt engem lőnek, bazd meg. Téged? Erre röpködnek a skulók. Átlát minket, lát minket a falon. Lehet, hogy lát a falon keresztül, igen, és még azt sem merem biztos rájtani, hogy a falak még megvédenek minket, úgyhogy menjünk szépen lefelé. És iktassuk ki minél előbb. Ja, nem ez volt. Ott van? Ó, hogy a... Megvan. Ó, a frász aztán, hogy poldarra léztem, aztán itt el mellettem. Júj! Miután kilőttem a fél falut, totya? Hát igen, sajnos így haragszanak ránk. Na merre menjünk? Gyere! A Star Lancer. Jó, csak te hol vagy? Ja, jó, oké, meg vagy. Itt jöttünk be, amúgy. Ha? Meg lehet, hogy ez volt az, aki eltűnt a fal mögött. Igen, lehet, hogy ő volt az. Ide hozzam a Cutlass-t? Rámoljunk pár komponest ki? Len van amúgy az íze is a rámpa. Jó. Ellenség. Hol? Az épületek az oldalán. De jó nagy táskával hátán. Kapta. Megvan. Akkor mit figyelik, mert még lehet, hogy még bőven vannak itt. Lehet. Jó, oké. Én visszahasonkodok a Cutlass-el és ide jövök vele. Oké. Egyébként nem tudom, hogy az a táska hol lehet pontosan. Akkor elméletileg a küldetés az ugye ide szól. Ide. És egyébként eredetileg is ellenséges területen szól, vagy területre szól, mert ugye ez a banda, ez ellopott valamit attól a bandától, akinek mi a küldetés most csináljuk, és elméletileg azt a csomagot kell nekik visszavinnünk. De ugye mivel nem működnek a markerek, ezért a sötétben tapogatózunk, ellenben ugye tudunk. Barlangban lehet talán? Nem tudom, Savarius, fogalma sincs. Most nem tudom, hogy Savariusnak szólítsalak, vagy Totyának. Őszintén szóval fogalmam sincs. Mert mindenhol Savarius vagy, de amúgy meg totyázunk. Nagy dilemmában vagyok. Totya vagy akármi? Jó, akkor te nem csinálsz ebből presztízs kérdést, hogy látom. Rotyog valami puska. Megen, hallom.
Raid Cave. Aha. Hát nem tudom. Olyan volt, mint ha rám lőttek volna. Biztos, hogy rád lőttek. Rám? Mert a pajzsrendszerem megsérült. Az auriskoláját neki, te mit keresel ott? Egyébként... így az, ezt a vonalat itt bejártuk már. Ó, de jól lenne ilyen a sniper fegyver. Sanyi, nem látod az épületet én a szél? Ott volt a vödörbe, ott volt a vödörbe, amit néztünk az állomáson, egy halom sniper. Miért nem vettél egyet? Jó, vigyázz, mert ketten vannak, már két ember van, már ellenséges ember van. De hol? Az épületnek a tetején. Fordulj meg 90 fokkal. Levilágítsam neked az épületet? Nyugodtan. Kicsikét még balra fordulj. Még. Közben le akarom ám tenni a hajót, csak bevilágítom bele. Igen, és ott. Látod? Ott mászkál. Nem tudom, hogy te mennyire látod onnan a hajó. Hát most külső nézetben vagyok. Aha. Amúgy is be kell mennünk, föl kell mennünk. Jó. Akkor ide lerakod? Ja, már le is tetted, jó van. Gépet leraktam. Most nem kell a puska. Mármint ez a puska. Minket. Jó, így áll egyet. Én megyek akkor. Hát szerintem sniperre fogunk megpróbálni majd. Messziről tartjuk az offenzívát, vagy defenzívát. Ja, jó van. A lényeg, hogy tudod, hogy neked szól. Sanyi, figyeljél, mert valaki nagyon lő. Szerintem ők lesznek azok. Ott van egy a kiszáradt fa tövébe. Kiszáradt fa tövében? Igen. Jobbról vagy balról? Ahol a Polaris, vagy a Max megvilágítja a beton, a ciklafalat is a jobb oldalán. A kis lámpáját lehet látni. Megvan. Halt. Jó, és akkor van ott még egy. Abba az irányba? Igen, ugyanúgy abba az irányba. Igen. Valahol az előbb ott volt, ott bent az épületen, az ablakon belül, nem lehet látni mi? Megyek oda hozzád, így guggolva. Jó. Na, állj, a jó istát nyomtam meg. Elveszegünk. Megvan. Tépel. Halt. Jó. Akkor... akkor visszanézzünk az előbbi épületet? Tehát szerintem menjünk egy másikba. Hogy haladjunk előre a fésüléssel. Jó. Szóval, elméletileg... ugye ez a cargo lift, itt voltunk ebbe az épületbe. Igen. Így van, ez itt ilyen köztes. Szembe. Ott van egy ember. Azok nem tudom, hogy fegyveresek-e. Ketten is vannak. Látom.
Csak ő civil. Civil. Ő is úgy néz ki. Na itt van, látod, hogy itt van egy hentes. Jó, nem bántjuk a civileket, nem bántjuk, jó? Rendesek leszünk. Remélhetőleg nem találnak fegyvert. Valószínű, hogy ebben az épületben lesz meglepi. Na, azért mondom. Honnan lőnek? Jobbról. Úgyhogy hát nekünk balról. Ez azt tarts fel. Megvan, megvan. Oké, meghalt. Így van, Mikulás van. Ó, nagyobb fegyvert váltunk. Meg fogynak a féltáraim így. Igen, nekem is az a bajom, hogy lootolnom kell ezt fegyvert. Vagy valami lőszerféleséget. Milyen fegyvered van? Most egy shotgunnal vagyok, amit az előbb vettem fel, úgyhogy... Itt minden mondjuk beltérre jól lesz. Csináljuk úgy, hogy az előbb, te balra, én jobbra. Oké, okay. Én balra nézek. Én jobbra. Én kilépek. Ez a madár mit meg kiabál itt? Rohadt kopionok. Ja nem, ez a marok, bocsánat, kopion. Nem baj, senki nem javított ki, úgyhogy mindenkinek mindegy volt. Szóval ez a marok. Hát ez nekem még ezt szokni kell, hogy most melyik, úgyhogy... Shed kedvenc állata a Star Citizen belül a marok. Mert mindig egy maroknyi repül egyszerre. Be kell tennem ilyen esetekre valamilyen effektet. Már tudom is milyen lesz. Oké, úgy látom, hogy senki. Senki? Nem tudom, induljunk el erre. Megnézzük itt. Igen. A szoba vezet? Igen. Ez valami szerver szoba féleség. Ezt gondolom, hogy kifele vezető út lesz. Még mindig nem tudom, hogy hova kéne ugye mennünk a csomag miatt. Esetleg a kargó felvonónál kéne felhozni, esetleg a izéból, a hangárból egyébként? Meg lehet. Nézzük majd, meg azt. Hát, találunk ott valamit. Jajajaja, visszamenjünk, ezt majd megnézzük. Bocs. Kurvára megsebződtem, és nem tudom mitől. De fizikailag nem látom, tehát még mindig 88 az életem. Baszki, ne haragudj, hogy hátba lőttelek. Kell gyógyítanom? Igen, csak... Maradjék, valamilyen nem rá. Mert homályosan látok. Ez az... Köszönöm. És mit? Milyen sérüléseket szenvedtél amúgy? Megnézzem mindjárt. Elméletileg nagyon jó vagyok. Könyörgöm Istenem, ne akadjál be, könyörgöm Istenem. 100%-os most az életem. De hogy miért láttam homályosan... Itt egy ember, lőd le mögöttem! Baszta meg! A rohadt életbe. Hó. Bakter. Honnan jött? Ha én azt tudnám, a semmiből öregem. Júj. Azt a kurva. Ez jó volt. Na még az utolsót. Ez az. Jó. Elveszem a fegyverét. Remélem van nálatár. Reméljük.
Tehát csak az alulta, a kis neugrálna fel össze-vissza. Hát nehéz. Mi? Ahhoz képest most egész stabil, hogy itt eltöltjük. Most már lassan 2 órát itt vagyunk. Szóval én nem mondom vagyok, hogy menjünk ki a... Oké. Okay. Liftaknához. A kargóshoz. Jó. Honnan jöttünk? Innen, innen. Jobb kész fel, igaz? Innen lent, valahonnan. Innen. Van egy Q 193,2 méter. Az a cut, az a cut leszem. Ja. Legalább odaírhatni, hogy cut lesz. De ugye most elpítjön, ez nem működik. Aha. Nem baj, legalább a markered az, az működik. Az megvan, és látlak téged, igen, tehát az, az, az nem baj. Igen, és látlak. Valaki karnával lő, mint állat. Én. Te lősz? Igen, hoppá, valaki még lő. Föntről? Tetőn nincsenek. Jó, 10% az élet, jó életbe. Honnan lőttek? Itt volt az egy a bejárati ajtó, hogy kijöttünk jobbra. Bazzuk, én ezt tökre nem láttam. Igen, meg mögötted, és ott van, ott most fogsz jönni felé. Látod? Az is volt a másik. Én ezt látom itt. Ezt látom. Igen. És még? Ja, akkor az, az oda spawnolt. Valószínű, hogy oda spawnolt. Igen, valószínű, hogy spawnolgatnak. Meggyógyítottad magad? Próbálnám, ha működne. Mi van? Mit sérült? Hát nem látom, 10% az életem. Tessék. Jó, köszönöm. Becsem, hogy kijött. Látod, ott szemből is lő valaki a karnával. Igen. Ó, egy sniper fegyver. Mi az? De az az. Na, miért nem veszed elő a fegyvert? Megvan. Lőtte a hajónkat. Jó, hogy fölhagytam rajta a pajzsot. Na, itt most tök jó kisimult a frame time. Szerintem így spawnolgatnak az emberek, meg ugye ezeket az épületeket itt jobbra nem néztük még meg. Mhm. De én azt gyanítom, hogy itt, itt a kargó lesz a hangsúly. Kargón. Küldjük le és lássuk meg, mit tudunk felhozni belőle. Ah. Gyere ide a platformra és fedezd, légy szíves. Innen oldalról még a sötétből lőhetnek. Megyek. De várj, mert valamiért nem veszi elő a fegyvert. De csak gyere ide, aztán lássuk meg, hogy mi lesz. Jó, most tért le. Zseniális ez a zene, basszus. Valaki lő. Honnan? Ja, a hajókat lövik. Csak nem látom az illetőt. Megvan. Torkol a tűz, hol láttad? Nem. A hajunktól kicsit jobbra, és... Hol van ez a dupla kiszáradt fa? A torkulattüzet láttam. Hello, bello. Látod? Megvan, már ki is lőttem. Jó. Most még erről arra akarok rájönni, hogy miért nem tudom elővenni a fegyvert. Neked most sokkal problémásabb, mint nekem a játék. Hát van egy rossz hírem, itt kérlek szépen semmiféle csomag nincsen bent. Tehát az a kargó az nem itt lesz.
Még ha rászűrök az All Categories-re, ez itt tök üres. Tehát a küldetés nem ilyen. Nem erről szól a sztori. Úgyhogy nem tudom, basszus. Akkor ezt egyelőre szerintem abandonoljuk. Jó van. Nézzük még fel erre a... Starlancer-re. Nem akarsz egy Starlancert? Elhozhatjuk, hogyha be tudjuk üzemelni. Lehet, tényleg egy barlangban van, igen, Geri, igazad lehet. És mi van, ha itt a barlangban, merre világít a Starlancer? Figyelj, lenyitom a hátulját. Nem működik. Itt fel tudsz menni? Takarok. Működik? Most tudom, hogy hol a gomb. Megnyomtam, de... Nem reagál rá. Nem. Próbáld meg itt megnyomni. Te is, ott az oszlopnak az oldalába. A close-nak kéne rajta lennie. Nem open-nek. Na mindegy, akkor hagyjuk. Igen. Hát akkor nem lopunk. Starlancert. Brühühü. Pedig loptam volna. Szóval akkor kéne egy indikátor, hogy letaláljunk a barlangba. Ez a büdös nagy helyzet, de valószínű egyébként, hogy itt kell lennie annak a barlangnak. Mindegy, visszamegyünk a Cutlass-be, és akkor körbevilágítunk még mindent azért, hát ha megtaláljuk a célpontot. Ó, de durva az ég. Most néztem fel. Ja, gyönyörű. Hát Pyro. Égbolt, nevezzük Skyboxnak. Tök szép. Így van. Tök szép. Na, jel, komám. Itt vagyok. Mi mindig nem tudom, hogy miért nem tudom elővenni a fegyvert. Hát hiába. 40 felett már előfordul. Hát, ennyi. Meg 40 felett már nem maszturbálásnak, hanem rendszerellenőrzésnek hívja. Így van. Na szóval, fiaim. Azt mondja, hogy ugye itt van nekünk. Kikérem, minden 50 pluszosnak. Hát úgy kell kérdezni már az ilyesmit, hogy na és hány, milyen gyakran szoktál rendszerellenőrzést tartani? Itt van valami egyébként. Nem itt jöttünk be, az biztos, igaz? Nem tudom, nem látom, mert most az egyik ódra ütem le. Itt van egy rész, ami felvisz erre a kis hegyre. Itt van egy turret, ami lehet, hogy lőne minket normál esetben. Itt is vannak épületegyüttesek. De az a bajom, basszus, hogy marker nélkül itt mászkálunk, mint a marha, és most mi a tökömet csináljuk. Szerintem hagyjuk, menjünk nézzük egy másikat. Hát, hogyha következőt ki... Hát, kettőből nulla eddig. Hát sajnos. Ja, és ha látjátok, hogy kapcsol át, ott megy a piros karika. Csak pont fordítva pufferrel, mint a normális esetben megszoktuk. Uh-huh. Akkor én dobom azt a küldit. Én is. Nézzük. Contracts accepted. Abandon. Ajánlatok. A mercenérit azért nem gondolnám, hogy
kéne, mert igazából végig most gyilkoltunk mindenkit. Raid Headhunter's Cave, de ez nem az volt. Cave Raid. Ugyanúgy Location Address Steel, barátom. Nagy valószínűséggel nem lesznek jók most a küldetések, ezek a fajták sem. De ha a Mercenary-t megnézzük... Hát van egy olyan, öld meg a király, Headhunter, 12 ezer év. Pyro 2 van. Igen. Hát... Megnézzük. Mit veszíthetünk, elfogadtam. Oké. Okay. Persze, ha hajlandó elfogadni. Nem fogadta el. Kill the King. Ez az? Igen, igen. Gregory Ormiston. Jó, azt elfogadta, és passz, van marker, ez az. Meg sereljen, vagy te is elfogadtad? Sereljed, így a biztos. Jó, ment a ser. Jó. És nem az énekesnőre gondolok. Oh yeah. Na. Szóval Pyro 2? Meg. Aha, hát azt írta ott a leírásban Pyro 2-t. De gondolom mappon is mutatja. Mi van, hogyha pont itt vagyunk Pyro 2-n? És ez a Monox? Igen, ez a Monox, igen, és 862 kilométerre van tőlük. A bolygónak a másik felén, az alsó déli részén van a map szerint. Igen, látom. És ott van mellette is egy kis város valami féleség. Úgyhogy lehet, hogy oda is tudok ugrani. Ha csak ez... Remélem, hogy nem... Hát, ugye, ha űrhajós küldi, akkor kigyírod. Megnézzük. Az Arid Reach-hez megyünk. Jó. Az most éppen kéznél lesz. Vajon ide enged ugrani? Nem. Nem. Még jó lesz. Lássuk. Elhallgatott a zene. Jaj, mi lesz most velünk? Most csend van. De jó hangja volt, hogy elugrottunk. Hát, ez gyönyörű látvány. Hú, ezt most nagyon elcsíptük. Ezt most nagyon elcsíptük. Jajjajjaj. Na, mindjárt készítek egy borítóképet, akkor gyorsan. Snellbe. Jújjaj. Hát ez nagyon bruti. Csúnyásan nagyon szép, csúnyásan nagyon szép. Azért a felbontás textúrában az van különbség a tiéd meg az enyém közt. Én kimaxoltam a felhőket most. Meg sem néztem még. Bepróbálkozzak vele? Egy képet tudok csinálni. Egyébként, mert ez a képlopó program, amit használok, az ebben a verzióban nem működik. Na szép. 500 kilométer. Ez meg lehet, hogy akkor... Aha. Ez még nagyon messze van, nem? Ezt így körbe kell repülni. Nincs-e valami közelebbi pont? Hát... Vagy az ilyen gyorsan repül? Távolodik?
Igen, ott van Air, Arid Reach. Oda nem tudunk elugrani? De oda ugrottunk most. Ez volt Arid Reach. Igen? Uh-huh. Becsi, ez akkor ez a bolygó? Igen. Hát akkor muszáj leszünk így manuálisan odaugrani, ha máshogy nem tudunk. Ha csak nincs itt egy pont valami 500 méter, 500 kilométeren belül. Megyünk, már kim vagyunk a légkörből, már hasítunk. Ó, de gyönyörű a látvány így. Olyan a zene, bazd meg, mint a izé, mint a az Interstellar, ez az orgona. Igen, igen. Ez annyira epik. Annyira epik, hogy ez valami kegyetlen. Hát sajnos muszáj ide repülnünk, srácok, nincs mese. Na, szépen haladunk. Addig külső nézetben néz, csodálom a bolygó felszínt. Na, gyönyörű. Én szeretem ezt a szimulátorféle belső nézetes agymenést, én nekem nagyon bejön. Ja, persze, csak másodpillóta két most én ráérek nézelődni. Hát azért így sem rossz a látvány. De azért ez a fény effektek, hogy a felhőkön megszűrik a fény és megtörik a hajó mögött. Epic amúgy. Kicsit. Beljebb tekerem picit. Egyébként egy-két napja csináltam meg a pedált. Uh-huh. Így a rögzítés szempontból mondom, hogy pár napja lett kész. Ja, igen, említetted múltkor. Igen, szóval... És jól működik vele minden? Aha. Szóval az volt, hogy ugye mindig elcsúszott, meg próbáltam ezzel a dupla oldalú ragasztóval helyére tenni, de mindig följött. Ha túl erősen oda tekertem, akkor mindig feljött. Úgyhogy elhatároztam, hogy valami más megoldást keresek. És az lett a megoldás, hogy vettem egy 3 méteres ilyen lécet az obiba, és akkor azt szépen beszaptam a két láb közé, a két asztalláb közé, és ez most ott van keresztbe, és akkor annak van neki tolva a pedál, és akkor szépen gyorskötővel odahúztam mind a két oldalról, és ez öcsém, ez nem megy sehova. Úgy csináltam, hogy a lécre 90 fokba merőlegesen csináltam két ilyen kis pöcköt, 2x8 centis kis pöcköt. Két csavarra fogadtam meg, hogy ne csavarodjon el, és akkor az gyakorlatilag az úgy van, hogy ugye a léc elmegy kikapcsolom ezt most így, a léc elmegy az asztal lábak előtt, úgyhogy befele nem tud csúszni, és ez a két pöcök meggátolja, hogy oldalra csúszson. És akkor ennek megy neki a pedál. És akkor ez is stabil. Meg úgy mértem ki, hogy egy picit szoruljam, mivel puha a fa, ezért szépen formálódik, és így be tudtam passzírozni, nagyon minimálisan. Kellett bepasszírozni a két láb közé, és gyakorlatilag az egy beszorult, és akkor a keresztléchez hozzá gyors kötözöztem a pedált, és akkor az úgy most stabil, mint állat. Na, szuper. És így nyugodtan tudom rajta pihentetni a lábamat, mert tartja. Persze. Mert a lábamat is tartja. Kis tartsa, meg nagy tartsa. Hú, öcsém. Remélem megéri majd ezt a targetet kilövöldözni, mert... Te! Valamiért ez úgy érzi, hogy puskával együtt kell itt izélni, ülni. Igen, azt néztem, hogy ott van a puska a kijelző kerülés közepén. Hát, jó, van még baj. Igen, ez valószínűleg hajóval menekül. Vagy valamilyen földi járművel. Siklóval. Na már csak 300 gyerekek, mindjárt ott vagyunk. Nem 1002-vel tudott menni a Cutlass Black? Emlékeim szerint 1002-vel. Ebből is visszább vettek? Meg lehet. Nem tudom. Azért 1001-24
4. De, de, lesz. Hogyha ennek van markere, az a reach targets location, az a markerje. Hát ott van oldalt. Szépen közeledünk. Ez szerintem... ez egy űrhajó lesz, akit ki kell nyírni. Valószínűleg egy űrhajó, mert az túl gyorsan mozog ahhoz. Csak én gondolom, hogy lett vala a felszíne, felszín környéki. Ja. Na, pár perc is ott vagyunk. Hát most már csak percek kérdése. De olyan, mintha nem is mozogna. A... igen, a targetre nem enged ugrani. Egy pillanat, mindjárt vagyok. Oké. Okay. Szóval a targetre nem enged ugrani, és... ugye a legközelebbi pontra leugrottunk. Nem könnyítik meg, bizony nem. Miért is tennék? Robi bácsi nem erről híres. Ugye Chris Robertsnek a... az az elmélete ezekkel a küldetésekkel kapcsolatban, ugye magával az egész játék stílusával kapcsolatban, hogy a játék nem fog sűrűn menteni. A single player kampány se, a Squadron 42 se. Hanem úgy kell elképzelni, hogy ugye lesz egy metódus, amit végig kell csinálni, és amikor végig csináltad azt a metódust, mondjuk három szekcióból áll a metódus, és a szekciók végén sincs mentés, csak a legvégén, amikor mondjuk megszerezted azt a szart, amit mondjuk meg kell szerezni, kivitted, leadtad, fölvitted a hajóra, vagy eladtad, vagy bármi, ami a küldetés lényege, megcsináltad, és akkor utána egy bazzeg, azt a kurva. És azt akarja az öreg, hogy úgy érezd, hogy bazzeg, nagyon megküzdöttél azért valamiért, amiért meg kellett küzdeni, és ugye ez lesz ennek a játéknak a fő ilyen vonulata, hogy nem lesz könnyű. Ilyen szózlák játékféle nehézségi szintje lesz olyan szempontból, hogy tényleg nem ment majd úton útfélen, és nehéz lesz megcsinálni a küldetéseket, és ha egyszer megcsinálod, akkor ez egy akkora adrenalin fröccs lesz. Én emlékszem, mikor a 90-es években már így toltuk ezeket a játékokat. Én Super Nintendo Donkey Kong Country-ston végigvittem mind a három részt. És gyerekek, és volt az első Donkey Kong Country, és abban volt a második világ, amikor az a bányás üzén kellett végigmenni azon a szekción. És azt úgy képzeljétek el, hogy volt egy pálya, amikor ment egy ilyen izébe, egy ilyen kocsiba, ami a bánya kocsiba, és sinen kellett így ugrabugrálni. Ez akkora szopó volt. Napokig csináltuk, de mire kész lett. És utána tudtunk menteni. És egyszer ez az annyira, annyira durva érzés volt, és kölyök voltam még 10 pár éves. És ez egy olyan érzés volt, amit így azt a kurva élet, nem is hittem el, hogy tovább tudtam jutni, és alig vártam, hogy a következő pályára tudjak menni. És ugye szerintem CR konkrétan ezt akarja elérni, hogy ez ilyen legyen. Ja, amikor olyan volt visszavenni a gázt, várja. Még 70 km a sok. Nem lehet, hogy ez földi harc lesz? Hát, ha csak le nem szállt. A gengfőnököt kell kinyírni, nem? Hát bízunk benne, hogy ez működni fog. Csá, kuki, szevasz! Te dumáltál? Hallottam valami huppogást. Ja, dudáltál! Jó van, most már el tudtam olvasni rendesen. A József utcánál. Ja. Igen. Talán a Gárdonyin mentem lefelé, ja. Na, közeledünk. Igen, most már visszavettem izét. Szerintem vagy leszállt. Akár mivel is ment. Na jó. Meg kell keresni a pontos helyzetét. Az öreg Gregorit kell. Egyébként full nem láttam, hogy te vagy ám.
Kuki, csak a Dudát hallottam, és én nem is nagyon tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Hát igen, mert hogyha megy mellette sok autó, dudál egyet valaki, hogy az most kinek szó. Tényleg értünk valamit? Hány óra fele volt ez? Ja, tényleg, de amikor tegnap voltam ott. Jó, megvan. Én mai napban kerestem ezt a sztorit, de nem. Igen, az te voltál, jó. Innen is csumi. Négy kilométer. Aha. Van ott két hajó, ha jól látom. Csá, Barnos. Panther repeaterekre tette. Jó. Két koni van itten. Azok friendlik. Akkor itt kell valahol lenni ennek a Kingnek. Ott van valahol, ja? Igen. Leszállunk arra. A víz felől leszállunk. Ja, hogy neked így is mutatja, ahogy hívják ott. Nekem már ezt a részét már nem mutatja a markernek, azt a sárga színit. De miért nem? Nem tudom, eltűnt. Nem tudod kilőni? Hát így nem. Bevegyünk ebbe a viskóba, vagy ezt a viskót megnézzük. Lehet, hogy ebben a viskóban van, amit elvonulva. Végre elő tudtam venni a fegyvert. Igen. Ez most pont jókor jött. Szerintem ezek a hajók itt azért vannak itt, mert ők is a küldetésre jöttek. Kikapcsol az engine? Kikapcsolt. Jó. Többit hagyjuk. Aztán majd innen benyomulunk. Oké. Okay. Ja, semmi gond, Kuki, majd... Rájövök ám, tehát így majd leesik, hogy végül is mi történik, vagy mi volt. Na kész. Te nyitottad ki az ajtót, itt oldalt? Igen, mondom, hát, hogyha van itt valaki, akkor... Úgy kellett volna rájuk, ja, úgy kellett volna ráállnom. Nem baj, jó van ez így is. Lenyitom a rámpát. Jó. Látok ott egy embert már magam előtt. Most ezt nem tudom, hogy észrevette már. Hol magad előtt? Ahol itt van velük szemben a Connie, és ott áll vele szemben vagy 200 méterre, a bokrok mögött van. Várjál, hadd menjek ide hozzád. Jó. Igen. Connie. Hogy álljál mellém a bal oldalamra, és a két bokor között fogsz. Megvan. Oké, az elterült. De ez nem a Phoenix volt. Majd meg lesz. Megnézem itt ezt az épület együttest. Nehogy innen jöjjön a meglepetés hátulról. Jó, merre menjünk akkor? Arra. Hát átvésüljük az egész hóbelabancot. Ja jó, kezdjük akkor ezzel. De érdekes itt a kő lerakás itt. Kicsit levegőbe állak a kövek. Ez innen nem megy sehova. Jó, hát akkor ez kb. Ennyi, ez csak egy ilyen... Talán létrával, ha föl lehet rá menni, akkor ez veszélyes lehet. A többiekre nézve... Nézzük csak... Na hát itt nincs létre. Nincs, akkor ez semmi, akkor ez csak egy ilyen... Merre menjük a Connie felé, vagy a jobb oldali épület felé? Ja, nem tudom, én így jobbra mennék, így a part mentén. Jó, menjük akkor jobbra. Persze. Szerinted az ott régen egy hajó volt ott a vízben? Ott jobbra. Nem olyan hajó, mint amire gondolunk, ilyen régi fajta. Ez szerintem valaminek a hajtóműve lehetett, hogy valamilyen űrhajónak az alkatrésze ez. Valószínű.
valaki lövöldöz. Ah, ott van. Jó. Jó, jó lesz így, így nem vagyunk akkor a veszélybe. Ha ilyen marad továbbra is a szerver ébersége, akkor ez nekünk jó lesz. Kilátón nem látok senkit. Menjünk már oda, azért ott most meghalt, és hát, hogyha ki tudok belül tőle valami normális a fegyvert. Mi van nála? FS, szerintem. Azt hiszem, az az FS 9 LMG, ha jól emlékszem. Jó. Gyorsak. De hova mész? Nem egy más sehova. Tibi Csoki. Mikulás. Hopp, valaki lőtt. Jövök, jövök. Most már ellőm azt az egy lőszert. Oj! Szia Léka! Jaj, de szuper, hogy Mikulás sok itt van, nagyon örülök neki. És a kezed is jó, csak is. Babuc, segítsek kicsit még. Tehát így persze, hát hogy ne, rögtön ide jön az öreghez. Kíváncsiskodik itt, hogy mi van? Hát a Réka már teli szájjal itt izél. Falja a csokit. Falja. Ott meghalt valaki. Igen. Az lehet, hogy te nyírtad ki. Hát mindenféleképpen beljebb kell majd mennünk. Kukucs. Haha. Te ez most szórakozik velem? Ki hova és mi? Hova lett a fegyver? Melyik? Amit felvettem. Nem tudom, de itt van egy lootláda. Jó, egy pillanat, csak valahol itt mellett közben lejtettem a fegyvert. Jó, ugye le lehet ülni. Értem. És nincs is más lehetőséged? Ez te voltál? Nem én voltam. Valahol itt voltam közelben. Megvan, megvan. Karnának a hangját ezer... Hopp! Jövök, jövök. Megvan a fegyver, megtaláltam. Megvan a boss, mindjárt lelövöm. Szarba vagyok. Honnan? Én is, mert beestem ide valamire. Vedd már el a kurva fegyvert. Elméletileg, ha jól látom, kinyír, meghat. Az egyik. Megvan. Egy megvan. Oké. Bassza meg. Kicsából, hogy a táskából töltesz már megen. Merre van? Neked jobbra, azok a hengeres, ja, mögötted. Figyelj, te fedezz onnan, jó? Jó. Mert engem balról is így gyepálnak.
De jó, ha látnám ő is, hogy honnan lő. Ja, megvan. Jaj, de jó, most fagyták ki. Látsz még valakit? Ott a Phoenix, mindjárt lehet majd látni. Jó. Megvan. Azért van szórásának a fegyvernek. Van. Itt ketten is voltak. De jön egy harmadik is onnan a... Honnan? Honnan a másik épülettől. Jobbról? Hát lehet. Komplett. Ez az. Igen, ez volt a főnök. Jó, de még jönnek. Az egyik fedezékbe bújt. Na, kész vagyunk. Jó, ez is meghalt. De fussak, Jolo! Jolo! Honnan lesz? Honnan nem? Szemből valahonnan. Igen, láttam, hogy... Jó, egy meghalt. Van még egy, meg szerintem sokan vannak itt. Persze, hát jó, ott is jön egy, mögöttünk. Hármas sérülésem van. Olyaj. Testre. Jó, akkor menjünk. Szerintem a sniperrel lőtt meg a nyomoréket. Jó, gyere, akkor menjünk a francba. Hoppá. Megvan a küldetés, irány vissza Katles. Mindjárt stabilizállak a izéval, stabilizállak a... Ó, beájultam. Bazd meg, nem áll, faszom. Az ciki, mert nem látom, hogy hol a sniperes. De én szerintem azt kinyírtam, csak meghalt, amikor ha ő lőtt meg így. Látod, hogy hol vagyok? Aha, téged jó. Látlak. Jobbról volt a sniper, ugye? Igen, ott fent a lapos épület környékéről lőtt. Lapos épület? Igen, ott neked kicsit jobbra. Látom. Baszódjál már meg. Kész vagy? Ha, köszönöm. Ja, álljak már fel. Így van. Na gyerünk, akkor menjünk. Jó. Kész a küldi. Okay. Na, első küldetés. Tessék? Megnézzük a főnének a cuccát. Aha. Gyorsan, valamelyik volt ez? Ez? Nem ez volt. Ez volt, de ez volt. Egy volt? Hát akkor ez a sima... Overlord. Páncél. Szóval ez volt az első pyro küldetés, amit én csináltam. És ami úgy... kész is lett. Dedrick Shotgun. Gránátot, köszi.
nincs nála semmi más. Jó. Ha esetleg a Deadly Shotgun nem kell, akkor... Ah, nem. Oké, és oké. Akkor kocogjunk. Nem igaz, is rossz ez a S71-es fegyver. Én nagyon szeretem a Gemini S71 rifle-t. Vagyis hát igazából az SMG. Uh-huh. Jó, valamelyik vagy pár ilyet tárat találni. Valamelyik ebből cínnél biztos, hogy van még. Tuti 100%. Persze. Hát és akkor? Hát nem, most ráértem éppen, nem voltatok itthon. Nincs kőbevésve. Igazából annyit, amennyit tudok, csak annyit nyomom. Mit? De figyelj, nem hallom most rendesen. Majd mindjárt bejegyek, aztán befejezem a streamet, és akkor megkérhetsz, jó? Jó? Vagy ide jössz két büdös nagy pofoné most. Sorba se kell állnod. Pif puf. Csicsa. Ez az. Egyébként ügyesek voltunk. Így van. Na hát az első pályát. A vállunkat. Csuksz? Becsukod? Be. Ez jó, szuper volt. Kell, hogy az első az nem úgy sikerült, ahogy akartuk. Hát a holdingos küldetéseknek nem voltak jók a márkerei. Talán a következőre javítják. Talán. Szóval, Totya nem volt egy nagy eresztés ez a főnöki armor. Hogy őszinte legyek. De majd biztos, hogy lesz majd idővel olyan, hogy valami spéci ruhájuk lesz a főnököknek, ami csak hát, ilyen helyzetben lehet. Ja. Meg ugye maga ez a Starware rendszer fogja majd ugye ezt jobban meghatározni, hogy ezt hogyan fogja tudni a játék majd magáévá tenni. Jaj ne, bocs. Rossz gomb. Na ez az. Örögjé fő, mint a buszkerék, kisfiam. No, ott van Blom. Elméletileg 27 hát KM, a Bloom, igen. Hát melyik állomásra menjünk? Mivel a legközelebb? Nem tudom, vagy menjünk ott, ahol neked a... Checkmate-re mentem érted, igaz? Igen. Hát elméletileg... Csá, Verti, mi a helyzet? Örülök, hogy itt vagy. Csak még az itt van mindjárt, úgyhogy menjünk oda akkor. Jó, menjünk akkor oda. Meg is jelöltem. Jó van, mi pont most végeztünk, egy küldetés meg tudtunk csinálni. Úgyhogy én lassan zárom a streamet. Visszamegyünk Checkmate-re, aztán én szerintem el is búcsúzom. Ja, holnaptól? Jó, hát holnap leszek megint csak este. De holnap este 8-tól. 100%. Aha. Ez megint egy ilyen bug volt. Ja, ma már nekem is itt vége. Család hazajött. Kötelességeket elő kell szedni. Aztán majd holnap megint nem lesz jó. Ja de nem akarom az ördögöt a falra festeni.
Jó, is megpróbálhatunk. Jó ez az Advanced Hood, jó ez az Advanced Hood, tetszik, tetszik. Hogy végre nem mindenhol betűk meg számok vannak, hanem most végre valamilyen jelölésrendszert itt találtak, és igazából kurva jól néz ki. És az a jó ebbe, hogyha valakit idegesít, kikapcsolj, ez kész. Így van, így van. És akkor csak simán repül úgy, ahogy... Ahogy eddig. Aha, mert ugye egyébként a hajó műszerfalán, tehát ott lent, ott mindent meg lehet találni, minden információ ki van írva. Bár én azt gondolom, hogy picit olyan furcsa lett a Cutlassnek a műszerfala. Tehát, hogy ezek lehetnének kidolgozottabbak, ezek a vonalak, meg ezek a dolgok egy kicsit azért. Nem azért. Jó, de hát ugye a drékhajókra ez a jellemző, ez a stílus. Tudom, nem arról van szó, hogy 8 bites az egésznek a stílusa, hanem az, ha. hogy nem tudom, olyan meh. De nem rossz szalásból, csak... Checkmate. Km. Tessék? Tudod, egy űrszemét, vagy mi akarlak ezek lenni? Ja, amik így mennek velünk szembe? Aha. Az olyan, mint valami kicsi, apró... Ja, ez az állomás, igen, az állomás körül egyébként igen, és sok van ebben a izében. Hát ugye úgy van a mérce, hogyha mondjuk most a sebességemet növelem, most a bal oldalin nézd meg. Ott van a két vonal, és úgy nő a sebesség. De olyan gagy összecsapottnak tűnik ez az egész, ami így van. Nem azzal van a baj, hogy ilyen a stílusa, vagy hogy így mutatja a mértékegységet, amit mutat, hanem hogy kicsit olyan összecsapott. Hát most nézzétek meg ezt a vibrálást, vagy ezt a... Hát most hogy néz ez ki? Tehát nekem nem annyira. Hát ez így előtűnt a semmiből, srácok. Hiú! Igen. Igen, ezt nézem, hogy... Az igen. Az igen. Na hát, ha itt valaki száguldozik ezerrel, könnyen ott találja magát, ahol nem kéne. Jaj, a könnyedén bizony. Istenem, de imádom ezt. Na, arra menjünk csak szépen. Checkmate. Nagyon jól néz ki. Igen. Vaddisznó. Jó a kifejezés, találó. Hopp, itt egy hajó. Nem, ez egy Polaris. És Polaris. Működik. És működik a dokkolás. Kérem szépen tisztelettel. Könyörgöm. Ja. Enged, hogy leszálljunk. Léci. Történt. Nálam megállt. De nálam is. Lehet, emlékszel, hogy... ugyanez volt, amikor jöttünk kifele is. Igen. Meglátjuk. De nem... Vagy halott vagy. Nem jó jel, nem jó jel. Egyet kéne klikkelni az egérre, kiderülne. De inkább nem klikkelgetek. Mindegy, minden esetre valószínű, hogy így fejezzük be, mert erre most már nem igazán szeretnék időt szenni, hogy ezt most kinyomozzuk, hogy ezzel végül is mi lesz. Vagy mi nem lesz. Úgyhogy most ezzel búcsúzom, ezzel a képpel. Hát srácok, kösz mindenkinek, hogy itt volt, és megnézte ezt a csodálatos plusz streamet, amit így összetudtam ma dobni nektek Macsekkal. Kösz neked is, Macsek, hogy itt voltál, és támogattál ebben a csodálatos PTU-s sztoriban. Ja, már is ment a zene, úgyhogy... Ja, Crash to Desktop, így van, sajnos ez ennek annyi lett. Hát igen. Én is köszönöm, hogy beletehettem, nyomhattuk együtt. Hát legközelebb is gyere, holnap is itt leszek 8-tól 10-ig, fél 11-ig, 11-ig, attól függ, meddig tudok lenni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, a legközelebbi videóban találkozunk, addig is mindenkinek jó pihenést, sziasztok, csumi-csumi. Hello, sziasztok.